kevés olyan kis település van az országban, amelyet annyira fájdalmasan megérintett, máig nehezen feldolgozható családi tragédiákat okozva az úgynevezett Málenkei robot a német származású magyar állampolgároknak a Szovjetunióba történő elhurcolása, szabadságoktól való megfosztása, mint a tolnamegyei kismányok. Itt kismányokon valahogy valaki, mindenki érintett ebben a témában. Vagy közelebbi, vagy távolabbi hozzátartozó révén, de mindenkit érintett ez. Hiszen el kell mondanom, hogy 1945-ig kismányok egy szintiszta német ajkú evangélikus település volt. A valamivel több mint 600 lélekszámú kismányokról 54 német származású embert hurcoltak el 1945. januárjának első napjaiban, és 19-en sohasem térhettek haza. Mert az 1948-ban megtörtént tábori felszabadítást már nem élhették meg, betegen ott vesztek, sok esetben a gulágok körülményeire emlékeztető munkatáborokban. Kismányok emlékművet állított, amit az idő múlásával felújított, szépített, amelynél minden évben összegyűlnek egy szép megemlékező ünnepség zárásaként a település lakói. 1949. november 6-án kimerülten, betegen, lesoványodva megérkeztek a nagymányoki vasútállomásra. 35 hazaérkező közül többen olyan betegek voltak, hogy rövid időn belül meghaltak. A nagypapámat és az öccsét hurcolták el 45 januárjában. Mindketten itthon hagyták az édesanyjukat, a feleségüket és két lányt. Az édesapám öccse 46-ban elhunyt Szovjetunióban, a munkatáborban. Az én nagypapám nagyon kalandos úton Németországon keresztül 1948-ban hazajött.